10 milliárd dolláros nagyságrendű kárt okozhat egy amerikai hedge fund összeomlása. A Nomura hétfőn azt jelentette, hogy várhatóan 2 milliárd dollárt kell leírnia, míg a Credit Suisse esetében egyelőre nem világos, mekkora a vesztesége az Archegos Capital nevű cég nehéz helyzetbe kerülése miatt. Az Archegos Capital többségében távol-keleti részvényeket vásárolt, a vállalkozás tulajdonosa pedig jellemzően saját tőkéjét forgatta, amit banki hitelekkel egészített ki. A részvények esése után a finanszírozók tőkeemelésre szólították fel, de miután ennek nem tudott eleget tenni, gyakorlatilag csődben lévőként kezelték és elkezdték eladni az ügyletek fedezetéül szolgáló értékpapírcsomagokat. A Nomura és a Credit Suisse mellett többek között a Morgan Stanley és a Deutsche Bank is érintett az amerikai hedge fund összeomlásában, de pénzpiaci szakértők szerint a járványból való kilábalás szakaszában járunk, ezért viszonylag nagy a likviditás a rendszerben, így egyelőre nem kell komolyabb összeomlástól tartani.